A tanköteles kor a 16. életév betöltéséig tart ma Magyarországon, kivéve azoknak, akik 2011. szeptemberben kezdték a középiskolát, náluk 18 év a korhatár. Ha valaki ezután is folytatja tanulmányait, matricával kell érvényesíteni diákigazolványát. Amennyiben a tanulmányok befejezésére a második fél évben kerül sor, úgy a diákigazolványra a tanuló, illetve a hallgató október 31. napjáig jogosult. Hogyha tanköteles korban van a tanuló, akkor matrica nélkül is igénybe vehetik eddig a napig a kedvezményeket, illetve ha nem tanköteles korú, akkor pedig az érvényesítő matricával érvényesített diákigazolvánnyal veheti igénybe a kedvezményeket. Az állam által garantált engedmények a nyári szünet alatt is érvényesek. Érdemes a www.diákkedvezmény.hu oldalon tájékozódni ezekről, de egy térképes mobilapplikáció segítségével is elérhetőek a kedvező ajánlatok. Az utazási kedvezményekről több weboldal is beszámol, azonban téves információk is megjelentek, ezek tisztázására egy kormányrendelet ad választ. A kedvezmények csak a diákigazolvány érvényességi ideje alatt vehetők igénybe. Tehát ha a második fél évben szűnik meg a jogviszony, akkor legfeljebb a tárgyév októberi havi egy érvényességi idejének lejártáig vehető igénybe a kedvezmény. Tehát ha október 30-án 30 napos diákbérletet vásárol, akkor azzal nem fog tudni 30 napig utazni, csak október 31. napjáig. A diákigazolvány lejárta után több helyen ifjúsági kedvezmény jár a 26 éven aluliaknak. A MÁV-nál például 33%-kal olcsóban utazhatnak péntek reggeltől vasárnap estig, de múzeumi és más belépőknél is igénybe vehetik ezt a kedvezményt az érintettek.